Nem hoztuk be azokat a módosítókat a mai ülésre, amik szerintünk jobbá tudják tenni a költségvetést, tökéletessé, messze nem. Igaz, soha nem volt még olyan költségvetés, amit tökéletes lett volna, de sajnos a, a forrás oldala, tehát a bevételi oldala olyan szűkös ennek a költségvetésnek, hogy a kiadási oldalon komoly intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy legalább a város alapműködő képessége meg tudjon maradni. Tehát... Ez a dolgunk a következő hetekben. Elkezdtük ezt a munkát az elmúlt egy héten, amióta rendelkezésünkre áll az anyag. Elkezdtünk róla beszélgetni, illetve egyeztetni a különböző cégekkel és más szervezetekkel. De alapvetően erre még több időnk van, hiszen tényleg nagyon-nagyon súlyos döntéseket kell meghozni itt a következő időszakban, ami, ami egyszerűen nem um, lehet egy-két nap alatt megcsinálni. Ugye nettó 5-6 napunk volt rá, tehát, tehát ez ezért kevés. Uh, úgyhogy, úgyhogy reméljük, hogy, hogy március 10-ére, amire tervezzük összehívni a következő ülést, arra minden egyeztetést le tudunk folytatni, és ha nem is ennyire simán, de, de, de a többség felelősségével el fogjuk tudni fogadni a költségvetést. A ma a megjelenő Kanizsa újságban már érintettük a témát, de most kitérve itt is rá, mik lehetnek azok a szegmensek, amikben mindenképpen változtatni kell. Nyilvánvalóan Balog László folytatta azt a fajta költségvetési előterjesztési öm, szokását, hogy, hogy, ala, hogy, hogy a cégek felé jóval szűkösebben mérte a, a, a forrásokat, mint mondjuk az intézmények, és más egyéb szervezetek felé, kivéve egy céget, mondjuk az Arénát, azt ugye, mivel ott ő nevezte ki az ügyvezetőt az egyszemélyi ö, hatalma alatt, ott más... Módon áll a dologhoz egy kicsit, de, a, de néhány cégnek a Amennyit betervezett, az az olyan, mintha majdnem, hogy nullák tervezett volna, és max megszüntetheti a céget. Tehát van, van egy pár ilyen hely, amiket mindenképpen kezelnünk kell. Egy-két súlypontot még, még erősítenénk a költségvetésben a következő hónapokban a mi szempontunk szerint, ami fontos, de erre igazán csak majd nem szeretném lelőni előre a, azokat a dolgokat, amik, amiket tervezünk, hiszen hiszen ezzel majd itt szeretnénk elválni március 10-én, vagy az előtt egy-két nappal, ugye, amikor esetleg írásban is beterítünk a módosító A mai ülés egy kifejezetten diplomatikus hangnemben zajlott, ugyanakkor szintén falsúlyos napirend volt a hulladék lerakott érintőpont. Itt is születhet, született döntés. Döntés született, de mégse született. Ugye egy előkészítésre született döntés a, azzal, hogy tavaly lefolytattunk ugye a hulladék lerakó bővítésével kapcsolatban egy közbeszerzési eljárást, aminek alapján kértünk hitelt. A kormány nem adta meg az engedélyt a hitelre, tehát ez ez nem jött létre, és nem tudtuk megvalósítani idén a, bő, a szükséges bővítést. A lerakó be fog telni. Ezért valamit lépnünk kell. Az, azt nem szeretnénk. Nagyon-nagyon nem szeretnénk, hogyha a kanizsaiak fel kell újítani valakinek a lakását, konténert kell kérnie mondjuk a lakásához, és tegyük fel, hogyha ez így történik, akkor 200 forint lenne egy konténernek az elszállítása, hogyha nem a nagy hanem mondjuk marcaliba kellene vinni ugye ezeket a konténereket. Tehát ilyen terheket nem szeretnénk mondjuk a kanizsaiakra rakni, illetve csomó beruházást is igényel az, hogyha nagy hulladékát ugye marcaliba vagy zalaegerszegre mellé kell szállítani a jövőben. Ezért továbbra is napirenden szeretnénk tartani az ügyet. Így a tavalyi közbeszerzésünket aktualizáljuk megnézzük idén, hogy milyen banki ajánlatok jönnek rá, erről döntöttünk ma, és az ajánlatok tükrében körülbelül tavasz folyamán valamikor március és május között döntünk arról, és ott lehet döntés, hogy igénylünk-e hitelt. És akkor már látni fogjuk azt, hogy idén egy nagy átalakulás van a hulladékgazdálkodás terén. Július 1-től a mol átveszi, mint közszolgáltató, új közszolgáltató, nem a város lesz, hanem a mol a hulladék gazdálkodását. Tehát innentől... Már, már talán látni fogjuk azokat az árakat is, amiért a MOL hajlandó lerakni a hulladékát a, a, a nagykanizsai hulladéklerakóban, tehát látjuk a jövőbeli bevételeink lehet várható nagyságát is, és ennek tükrében tudunk teljes egészében a hitelfelvételről esetleg dönteni, vagy hogy fordulunk-e a kormányhoz kérelemmel a hitelfelvétel tekintetében. Tehát nagyjából előkészítettük azt, hogy döntésű helyzetbe kerüljünk most öt tavasszal. E pont kapcsán nagyon sok szakmai érv, hangzott el a közgyűlésen, de kicsit, ha levetítjük az emberekre, a humánumra, akkor azért is az, azért kicsit furcsán hangozhatna, hogy mondjuk Nagy Kanizsa még a saját szemetét sem tudja kezdeni, mert el kell vinni Egerszegre. Igen, alapvetően ugye a, az új uh, konceszor a MOL szempontjából alapvetően az ő számára egyébként mindegy. Nekünk nem mindegy, mert a mi cégünk viszi hozzá, és a mi cégünknek több lett ez, és a MOL ugyanannyit fizet neki, mintha Kanizsára hozza meg, mintha Egerszegre viszi, tehát tulajdonképpen nagyon nem mindegy. De a MOL szempontjából a molnak mindegy egyébként, hogy a nagy Kanizsai kulladéka Egerszegre, Egerszeg mellé kerül, ugye az Zala, van egy, vagy, vagy Marcaliba kerül neki, neki amúgy mindegy, neki az a lényeg, hogy, hogy, hogy valahova el legyen szállítva. De nekünk nem mindegy ez, hogy, hogy itt helyben kerüljön ez ö, lerakásra, hiszen a költségeinket, a szállítási, a folyamatos napi szállítási költségeinket ö, csökkent, és gondoljanak bele, ha a kukás autók, Uh, ugye el kell menni, összegyűjti a városba a szemetet, és el kell mennie mondjuk innen 30-50 kilométerre lerakni, aztán visszajönne, hát az lehetetlen szinte, és akkor nem tud több kört megcsinálni, és akkor nem tudja begyűjteni olyan ö, egy nap alatt azt a szemét mennyiséget, amit ugye megtermelődik.